sokfelé mi is megfordulunk az országba, tehát az ember nem behunyt szemmel jár. És hát azt is tudjuk, hogy ahhoz, hogy mi lelki étket adjunk, vagy építsük őket lélekben, ahhoz nagyon fontos, hogy tele gyomorral és nyílt szívvel tudjanak hozzánk beülni. Tehát valóban felháborító és mélyen megrázó, hogyha az ember azzal szembesül, hogy gyerekek nem jutnak élelemhez, hogy éhesen mennek iskolába, és azt gondolom, hogy nincs is ezen mit vitatkozni, ez a legfontosabb dolog. Természetesen a Kolibri Színház nem a gyerekek jövőjéért van, mert ugye ezt szeretik mondani, hogy a következő generációkért vagyunk. Mi azokért a generációkért élünk, és azoknak dolgozunk 0-tól 18 éves korig, akik megszülettek, akik élnek, és az ő gyerekkorukat szeretnénk boldogabbá tenni. Ennek persze alapfeltétele, hogy élelemhez jussanak, jól lakottak legyenek, és utána lelküket kinyitva eljöhessenek hozzánk, és együtt játszassanak velünk. Kérjük, támogassa adója 1%-ával a gyermekétkeztetési alapítványt.